nagyapám és édesapám foglalkozott előttem a borászattal, így ez a harmadik generáció. Igazából itt nőttem fel, ebben nőttem fel, tőlük tanultam a nagy részét. Tőlük a munka szeretetét tanultam meg, hogy szeresse kijárni a szőlőbe dolgozni. Aztán a borászatban a finomításokat inkább saját tapasztalatból és az iskolából, ismerősöktől, borászoktól. Végeztem egy borászatiskolát Pesten, Budafokon, és most nagyjából én irányítom a borászat működését. Egyelőre reduktív borokat készítünk, próbálunk vele kísérletezni finomseprővel, fahordóval, amforával. Másfél-két hektáron van szőlőnk, a nagy mennyiségben Riesling szilváni, Csaba gyöngye, Zenit, ezer jó. Összetelepítettünk fél hektár szőlőt még, ott lesz generóza, kékfrankos, olasz Riesling és Sauvignon Blanc. Boltokba egyelőre nem szeretnék bekerülni, itt a pincénél fogadok vendégeket, borkóstolóra, palackozott bor elviterre, és a közeli célok is ezek. Kis mennyiségben szeretnék előállítani magas minőségű bort, és az helyben értékesíteni. A régi időkben falvakban volt egy ház, egy pince. És így alakult ki ez nálunk, és kezdődött nálunk is, hogy mi itt lakunk a faluba, hogy a szőlőhegyen azért legyen egy kis szőlőnk, egy kis pince, de ennyi. És akkor ahogyan az idők teltek, előjött az emberbe az a régi családi örökség, hogy mindig volt szőlőbor a családban, anyai, apai ágon is, és így kezdődött el az, hogy jött a pincébe olyan, lehet, hogy kéne vele bővebben jobban foglalkozni, mert 93-ban bejöttek a Csákberénybe és a borversenyek, mint országos szinten több helyen is, és valahol ott elkezdődtek így a borainkkal egy kis siker, de akkor még nem gondoltuk úgy, hogy ezt komolyabban kéne folytatni. Igaz, hogy akkor még Andrissal ezt megbeszélni sem tudtam, mert akkor ő még 6 éves, akkor természetes, hogy ez őt még akkor nem érdekelte. Viszont jöttek az eredmények, és amikor valakinek valami sikerül, ott lehet, hogy szívesen foglalkozik, dolgozik vele. Mi szeretünk olyan szőlővel, borhajtákkal foglalkozni, ami valamilyen szinten kötődik hozzánk. És valahol megkóstoltál egyfajta bort, és az megfogott, megragadt benned, és például ilyen volt a Rajnai Riesling, amit mi nagyon szeretünk. A későbbiekben olasz Riesling párosult hozzá. Még később hozzá párosult a Generosa, aztán Zenit. De igazából 12 fajtával dolgozunk, és kellett ide az is, hogy a vörösbor, tehát kékszőlőt lehessen telepíteni, és így rendelkezünk rozékkal, vörösborral is a kóstolósorba, de összességében végül is 12 fajta bort készítünk mai nap már. Nekünk 5 hektár területünk van, tehát ahhoz képest egy kicsi a terület, sok a fajta, és pont ezzel tudjuk kínálni és visszavonzani a vendégeket mindig, hogy bármikor jönnek hozzánk, mindig más repertoár tudunk nekik mutatni, vagy több fajtát tudnak választani, hogy mi nekik a szimpatikus. Meg hát a tájjal tudjuk őket visszavonzani, hogy minden évszakban és minden napon és minden napszakban más és szép. Kezdődött azzal, hogy amikor Andris érettségizett, akkor jött haza egyik nap az iskolából, és mondja, hogy apa, mi lenne, elmennék borásznak tanulni. Aztán én mondtam neki, hogy én is szoktam veled viccelődni. Hát apa, de nem viccelődök, hanem ezt komolyan gondolom. És akkor így lett az, hogy látva azt, hogy tényleg komolyan gondolta, és akkor az igazi fejlesztések, fejlődések, azok ekkor kezdődnek nálunk, ami gyakorlatilag tart a mai napig is. Így azért könnyebb volt elkezdeni ezt az egészet, hogy volt egy mögöttes támogatás, és az a lendület igazából ez miatt is volt meg, egy közös lendület, hogy akkor csináljuk és fejlesszük a borászatot, szőlészetet, borászatot. Szerintem elég jól tudunk együtt dolgozni. Igazából mindent megbeszélünk, mindent megtárgyalunk, mindent
ről közösen mondjuk ki a végső szót, hogy legyen, miként legyen, hogyha csak gondolok egy küvélkészítésénél, ott külön papíron mindegyikünk leírja a véleményét, és amikor leírta a véleményét, utána beszéljük meg együtt, hogy hasonló volt, vagy melyikünké volt a jobb gondolat, és így döntünk. Tehát a közös munka véleményem szerint mai napig is töretlen és jó. Ha visszajön egy vendég, megdicséri a bort, ha itt van, igazából ezek a legnagyobb sikerek, hogyha látod azt a vendég arcán, hogy jó az, amit csinálsz, és jó a termék, amit készítünk. És ez a legnagyobb visszajelzés, hogy visszajönnek, és újra, és újra, és látogatnak minket, és veszik a borainkat. Családunk borászati, szőlészeti tevékenysége, és ezzel kapcsolatos gazdaságunk már több generációra nyúlik vissza. Mindenki ezzel foglalkozott az ősök közül, itt helyben Csókakön. Ez egy földszinti pince. Igazából ennek a borvidéknek talán nem is olyan ritka jellemzője. Nagyon sok helyen látni, főleg Móron földszinti pincét. Ez egy kapucinus pince, 1700-as évek végén, 1800-as évek elején épült, és akkor még csak ez a pince rész épült meg, és hát nem csak borok tárolása, érlelése történt itt, hanem igazából tényleg egy gazdasági épületnek mondható funkciót látott el az egyháznak, különböző ételei, sajtok és kenyér és egyéb élelmiszerek tárolására használták. Majd később, egy szűk 100 évvel később épült meg a következő két lakószint, és családunkhoz a II. Világháború előtt került ez az épület. Az én üknagyapám vásárolta meg ezt az épületet a háború előtt. Nagyon fontos funkciót látott el, főleg a háború alatt a falu lakóinak nyújtott menedéket. Én vettem át nagyszüleimtől ennek a gazdaságnak a vezetését. 2016 volt az első évjárat, amikor én foglalkoztam először a szőlészeti borászati résszel, akkor még azért nagyon sok segítséget kaptam a családtól. Az ő segítségükkel pár év gyakorlás és útkeresés után sikerült kialakítani egy bizonyos stílust, amit tudunk képviselni. Próbáljuk visszahozni és kilépni a szigorúan véve száraz boros tételekből, próbáljuk visszahozni a régi, édes, csókakői, vagy hát móri borvidéki ezerjónak a forgalomba hozatalát. Próbálkozunk pezsgőkészítéssel, petnat készítéssel, minden olyan dologgal, ami a hagyományokat szem előtt tartva, de próbáljuk a mai fogyasztók igényeit kielégíteni. Birtokunkra nagyon jellemző, hogy kicsi parcellákban dolgozunk. Nagyon kutatjuk, hogy újra felfedezzük, hogy Csókakőnek és így a borvidéknek az egyes területei, egyes parcellái mit nyújthatnak, mit adhatnak át nekünk. Nagyon sok elveszett tudás van, amit próbálunk visszahozni. Rövid távú célunk 2 hektárig növekedni, és ennek megfelelően találni fogyasztókört, és elhelyezkedni akár a gasztronómiában, akár más területeken.